Ruhakék, vidám narancssárga, üde zöld és bársonyos barna. Színek, melyek érzések, hangulatok leképezései. Egy gyermek álmából. Wollein Ferenc gyermekművész ugyanis álmait festi meg, hallja és érzi a színeket. Mesél neki a természet és a víz vidám csobogása csodálatos formákat ébreszt fel fantáziájában, amely a vásznon, papíron újra életre kel, hogy ámulatba ejtsen bennünket, hétköznapi embereket. Így rácsodálkozhatunk arra a szépségre, ami a gyermek szemén keresztül elénk tárul egy csodálatos fantáziavilágból. Az általános iskolás fiú 5-6 éve kezdett el festeni, azóta folyamatosan nyeri a pályázatokat, ösztöndíjakat. A mostani kiállítás már a 12. önálló tárlata. Szereti a természetet, a balatoni tájat és a bibliai témák is megihletik. A merész színválasztás, a meglepő témák és a sajátos egyedi hangvétel mindenképpen elbűvöli a szemlélődőt. Kivált kép akkor, amikor kiderül, hogy a galériában egy 13 éves gyermek munkái láthatóak. Ha megállunk a képek előtt, mindenképp eltűnődünk azon, milyen lenne a világ, ha beszélnének hozzánk a színek, és tisztán csak színekben látnánk azt. Ha játszhatnánk a színekkel, és mi magunk is részesei lehetnénk annak a világnak, aminek megálmodója a gyermekművész.